átlátni a kálcium, illetve a foszfor homeosztázist a klinikai gyakorlat szempontjából hát elengedhetetlen. Először is nézzük meg, hogy a maga homeosztázis az milyen tartományok között szabályozódik. Fontos megkülönböztetni, mint egyébként egyéb hormonoknál is, hogy itt is van a szabad kálcium, tehát ionizált kálcium, illetve a albuminhoz kötött kálcium. Az ionizált kálciumnak a tartománya az 1,1 és 1,3 millimol per liter között található, míg a kálcium albuminhoz kötött frakciója az ennek, hát könnyű megegyezni, hogy nagyjából ennek a duplája kell, hogy legyen, 2,2 és 2,6 millimol per liter között szabályozódik. Még két fontos dolog van. Az egyik, hogy maga a kálcium, ugye amikor hozzákötődik az albuminhoz, ez bizonyos protongrádiáns mellett köt hozzá. Amennyiben a protongrádiáns megnő, tehát a pH lecsökken, kevésbé tudnak a kálciumionok az albuminhoz kötődni, hát mind a kettő pozitív töltésű, proton kilöki a kálciumot, tehát több lesz az ionizált kálcium. Ez kevésbé érdekes. Ami érdekesebb, amikor megnő a pH, tehát lecsökken a protonoknak a szintje, akkor viszont sokkal több kálcium fog fölvevődni albuminra, illetve egyéb fehérjékre, ahol ugye negatív töltés van. Sokkal több kálcium fölvétele, az hipokalcémiát, tetániát, szívellállást okozhat, görcsöket okozhat. Tehát ezért nagyon fontos megjegyezni, az excitabilitás nő hipokalcémiában. Igen, ez az egyik dolog, amit fontos megjegyezni. A másik dolog pedig, hogy albumin szint mérése nélkül, tehát nem lehet értékelni a kálciumot. Tehát mindig, amikor kálcium homeosztázissal foglalkozunk, szükséges az albumin szintnek a mérése is. Ezzel a tudással tovább lépve, nézzük meg, hogy két részre osztottam ezt az ábrát. Egyrészt a kálcium homeosztázist fogjuk megnézni, illetve a foszfor homeosztázist. Csak gyorsan átismételve, hogy miért olyan fontos, miben vesz részt, nagy vonalakban, nem részletekbe belemenve a kálcium és a foszfor. A kálcium az leegyszerűsítve két dolgokban vesz részt. Egyrészt ugye intracellulárisan vesz részt a dolgokban, második extracellulárisan, extracelluláris, egyszerű csontépítésben vesz részt. Intracellulárisan viszont ez egy különleges ion, ő nem csak passzívan elszenvedi az elektrográdienseknek a megváltozását, a pumpáknak a működését, ezeket nem csak passzívan szenvedi, hanem ő aktívan, aktivál bizonyos enzimeket, és aktívan részt vesz az életben gyakorlatilag. Épp ezért fontos ugye azt tudni, hogy mikor romolhat el a maga kálcium homeosztázis. Másik oldala a dolgoknak az a foszfor. A foszfor részt vesz ugye egyrészt pufferként, ez ugye egy jelentős puffer mechanizmus a szervezetben, a bikarbonát egy másik jelentős puffer például, illetve a fehérjék. Aztán részt vesz az energiatermelő folyamatokban, itt ATP-re utalok, vagy hát aként rövidítem az energiatermelő folyamatokat, ugye foszforiláció, defoszforiláció, és ha már itt tartunk, akkor ugye kináz mechanizmusokban is vesz részt, ami fontos fehérje moduláló hatással bír receptor jeleket közvetít. Na most egy példán keresztül hadd szemléltessem mindezen mechanizmusokat, majdnem mindegyik mechanizmust egyben. Képzeljük el, ahogy egy noradrenalin molekula egy GS fehérjéhez kötődik a szívben, a kardiomiocitánkban vagyunk. GS fehérjéhez, illetve a noradrenalin receptorhoz hozzákötődő GS fehérjével tovább megy a mechanizmus. A GS fehérje a CAMP szintet fog generálni, a CAMP szint, az pedig a proteinkináz át fog aktiválni, itt már itt vagyunk, hogy kináz funkciót tölt be, közben nyilván a pufferek is ott folyamatosan jelen vannak, amik lehetővé teszik ezt az egész funkciót. A proteinkináz A funkció, az pedig a kálcium csatornát meg fogja nyitni. A kálcium, ugye foszforiláció kináz aktivitás révén intracellulárisan megnő a kálcium szint, ez egy szignál, tehát aktívan részt fog venni itt most a dolgokban. Szignálként hatva az a szarkoplazmatikus retikulumra, még több kálcium fog kiáramlani. Szóval még több kálcium, ugye most jön az ATP oldala a dolognak,
amit eddig még nem érintettünk, a még több kálcium, az a troponin C-hez, illetve a troponinokhoz tud kötődni, illetve az aktin-miozin kötést létre fogja tudni hozni. Az aktin-miozin kötés eddig ugye egymástól távol volt, ATP-be volt kötődve, amint ez megtörténik, közel húzódik egymáshoz az aktin és a miozin. Az ATP elhasítódik, tehát itt látjuk a foszfornak a szerepét, ATP elhasítódott, egyel arrébb megy, és kezdődik az egész folyamat előről. Ezzel megvilágítva gyakorlatilag a kálcium és a foszfor szerepét minden egyes szívverésben. Másik fontos dolog, amit itt érdemes tudni, vagy hát megjegyezni, klinikai relevancia van, amiket most mondtam éneket, hogy troponin. A troponint az konkrétan mérni lehet a laborban, sőt, miokardiális infarktusban, mint egy kiszabaduló szívből kiszabaduló enzim, ez egy rutinszerűen mért paraméter. A másik dolog, ami igazából talán inkább érdekessé, hogy maga az ATP-nek a szerepe, hogy az izom összehúzódásban, most itt maradjunk a szívnél, abban rejlik, hogy amikor az ATP beköt a szívizom, akkor pihen, akkor tud relaxálni, mint egy felhúzott íj, hogy az íjat is felhúzni nehezebb, nem pedig elengedni. Tehát itt is a kontrakció az már magától végbe fog menni, maga az elengedéshez van szükség ATP-re. Ha nincs elég ATP, a szív diasztol és funkciója fog elsődlegesen sérülni, ezt így érdemes fejben tartani, majd a kardiológiai ismereteket erre fogjuk alapozni, vagy erre lehet alapozni egyrésztről. Oké, menjünk tovább arra, hogy szabályozódik mindez, hiszen parathormonról van most szó, illetve hiperkalcémiáról. A kálcium szabályozása háromfajta módon történhet, annak a beáramlását lehet szabályozni a szervezetünkbe, a szervezetünkben lévő kálcium raktárakból való mobilizációt, illetve a kálcium kiáramlását lehet szabályozni. A beáramlás szabályozása az természetesen a vékony beneken keresztül hat, nem közvetlen módon, ez az egyetlen, ami nem közvetlenül a PTH parathormon útján hat, hanem a parathormon aktív D-vitamin, tehát kalcitriolt csinál alfa-1 hidroxiláz hatása révén, tehát a vesében van egy alfa-1 hidroxiláz enzim, amit a parathormon aktivál, és ez D-vitamint fog a meglévő kolekalciferolt fogja aktív D-vitaminnál alakítani. A kolekalciferol, illetve a kalcitriol, ami az aktív formája közötti szérum különbség, hát olyan ezerszeres is lehet körülbelül, tehát nagyon sok inaktív D-vitamin kering, ami csak arra vár, hogy aktiválva legyen ugye a vesek kérgen keresztül a parathormon hatására. Ez aktiválódik, na és ő fogja tudni a vékony belet arra ösztönözni, hogy szívja fel sok kálciumot, illetve a vékony beleket még úgy is lehet ösztönözni, hogyha alacsony a kálcium szint, akkor is fog nőni természetesen a vékony vélben a kálcium felszívódás. Oké, a mobilizációja az bentről történik, ugye már bent vagyunk a testben, a lerakódott ugye, kálcium hidroxiapatit kristályoknak a mobilizációjáról van szó, ezt egy az egyben a parathormon, később meglátjuk, hogy hogyan, ő fogja végrehajtani. Aztán az ürítése is egy az egyben a parathormon fog, tehát parathormon receptoron keresztül hat a parathormon, az ürítését ő fogja meghatározni, illetve itt még zárójelben azért oda tenném azt, hogy a lítium is képes a kálciumot visszaszívni a vese disztális tubulusaiból, illetve a tiazid diuretikumok is képesek arra, hogy kálciumot spóroljanak, tehát ezek nem ürítenek kálciumot, hanem épp ellenkezőleg tesznek. Aztán a foszfor milyen mechanizmusokkal szabályozódik? Hát sajnos, vagy nem sajnos, valószínű okkal alakult ki, ez nem annyira szabályozódik, ugye manapság azért, hogyha az ember sok kólát iszik, sok foszfát, a dúsított, ugye vízmegkötő hatású húst eszik, akkor azért elég sok foszfát be tud szabadulni, ezért mondom, hogy sajnos nem szabályozódik, hogy ennek azért kárát látjuk sokszor. Nem igazán tudjuk szabályozni a befele jövő foszfátot, tehát nem jelentős, inkább azt kell, hogy mondjam, van szabályozás, de az annyira nem jelentős, D-vitamin tudja ugyanúgy a magnéziumot és a foszfátnak a felszívását is növelni, nem annyira jelentős. Az egyetlen jelentős dolog az a foszfát ürítés megakadályozás, tehát a foszfát visszaszívása proximális tubulusokba,
az a parat hormon segítségével történik, és az egyetlen foszfát ürítő hormonunk, megint csak azt kell mondanom, hogy sajnos az RGF-23, a fibroblaszt növekedési faktor 23. Azért sajnos, mert ennek kardiovaszkuláris hatásai vannak, tehát a hiperfoszfatémia az kardiovaszkulárisan is káros hatású lehet, a megnövekedett RGF-23, tehát mortalitás növelő hatása van, megnövekedett RGF-23 miatt a hiperfoszfatémiának. Oké. Tovább menve a legfontosabb szervünkre, a kálcium metabolizmusban, ez a mellék pajzsmirigyek. Anatómiáról később lesz szó. Itt a mellék pajzsmirigyeken található egy kálcium érzékelő, kálcium szenzing receptor. Ez a kálcium szenzing receptor, ez ugye GQ fehérjéhez kötött, a GQ fehérje az blokkolja a sejtnek a hormonális metabolizmusát, ezt így gondoljuk ma. Ugye, tehát ez nem GI inhibitoros fehérje, hanem GQ fehérje, tehát megnöveli az intracelluláris kálcium szintet, és úgy blokkolja valahogy a hormonális mechanizmusokat, részletektől most nem megyünk be, mivel ennek nincsen most lényege. A parathormonnál viszont majd lesz ennek lényege. Ugye a kálcium szenzing mechanizmus, hogyha sok kálcium van a vérben, akkor ezt jelet fog küldeni, és ez a jel pedig a parathormon elválasztás csökkentése lesz, tehát inhibitoros, mint ahogy mondtam. Viszont, hogyha kevés a kálcium, akkor nem fog jelet küldeni, tehát mehet szabad jel engedi a PTH-nak a egyrészt a szekrécióját, tehát itt van egy degranuláció, hogyha alacsony a kálcium szint, akkor van egy nagyon gyors, tehát a kálcium szintről fontos tudni, mint ahogy az elején is már utaltam rá, hogy ez perceken belül szabályozódik, és nagyon-nagyon szigorúan szabályozódik perceken belül. Ez a perceken belüli mechanizmus, ez a degranulációból ered, aztán van a parathormon szintézise, ez már inkább napok kérdése, tehát azt is fogja fokozni, hogy legyen ott a tartalékban még parathormon, amit kilökhet, illetve hiperpláziát okoz, a mellékpajzsmirigyek hiperpláziáját okozza. Ezt, hogyha jobban megnézzük, ez már a primer hiperparatireózisnak egy jellemzője. Hát gyakorlatilag össze is szedtük, hogy mi az a primer hiperparatireózis, de nagyon fontos kikötni, hogy az nem a kálcium szenzing mechanizmuson keresztül alakul ki. Tehát a parathormon, ami termel a mellék pajzsmirigy, az a parathormon receptoron keresztül fog hatni. Itt a mellék pajzsmirigybe a parathormon receptornak ugye nincs igazán szerepe, hanem a kálcium érzékelő receptornak, ezért ezt nem is így írom, hanem a parathormon tovább menve itt fog kifejteni a hatását. Ez már GS fehérjén fogja kifejteni a hatását. Hol? A csontban, illetve a vesében fogja. Itt a GS fehérjének már nagyon fontos szerepe lesz. A GS fehérje az CAMP emelkedést okoz, és ezt a CAMP-t ezt lehet a CAMP emelkedést mérni a vesében, illetve a vizeletben, a vérben is lehetne, de ugye kicsi a koncentráció, inkább a vizeletben lehet ezt a CAMP emelkedést mérni. Miért van erre szükség? Azért, mert a familiáris hipokalcúriás hiperkalcémia, az viszont ugye a primár hiperparatireózissal szemben már a kálcium érzékelő receptornak a hibájából ered, ami, hogyha hibás, akkor ugye megtanultuk, hogy akkor nem fogja tovább küldeni a jelet, tehát úgy érzékeli a szervezet, mintha kevés lenne a kálcium. Na már most, hogyha a vesében úgy érzékeli a vese, hogy kevés a kálcium, akkor sok kálciumot fog visszaszívni, tehát kálcium szenzor receptor bántalomban, mutációban, inaktiváló mutációban hipokalcúria lesz, visszaszívja, illetve hiperkalcémia. Fontos, hogy a primer hiperparatireózisban ott inkább hiperkalcémia lesz, tehát ott is hiperkalcémia lesz, és inkább vagy normális, vagy hiperkalcúria. Tehát ez egy fontos elkülönítő különbség a kettő között, illetve az, hogy a familiárisban benne van, hogy ez inkább fiatalkorban jelentkezik, és ez egy genetikai
viszonylag kimutatható betegség. Jó, erről már szerintem eleget beszéltünk. Amit még érdemesnek tartok megemlíteni, az a parathormon karcitriol aktiváló, illetve karcitriol szintetizáló, tehát egy alfa-hidroxiláz aktiváló képessége a vesében. Ugyanis a vesében, hogyha a ves elégtelen az illető, akkor D-vitamin hiányában, tehát karcitrion hiányában, ugye ő sok parathormont fog elválasztani, és ez a sok parathormon fogja később ugye a csontbántalmakat, a renális oszteodisztrófiát okozni, tehát nagyon fontos, hogy ott karcitriolt kell, aktív D-vitamint kell pótolni a vesebetegeknél, mert ott nincs alfa-1-hidroxiláz működés. Még egy, ez inkább érdekesség, hogy például az Albright-féle oszteodisztrófiában ott is egy ilyen mutációról van szó a vesében, ott a kálciumérzékelő receptor nem működik, nem tud, illetve a parathormon receptor nem működik, ott nem tud az 1-alfa-hidroxiláz aktiválódni, tehát hiába adunk egy Albright-szindrómásnak kolekarciferolt, nem fog érvényesülni, karcitriollal kell az ő D-vitaminját pótolni. Oké, zárójel bezárva, menjünk tovább a csont metabolizmusra. Itt éppen csak annyit fogok elmondani, ami szükséges, később majd részletesebben beszélünk minden. A csontbontás, illetve a csontépítés. Mik a csontbontásnak a jelei vagy markerei? Egyrészt ugye van olyan, hogy oszteokalcin, ez az oszteoblasztok működésére utal, illetve van olyan, hogy beta cross-laps. Ez pedig, hát ahogy hasítódnak az ilyen kollagén egységek a csontban, azt fogja jelezni, tehát ez inkább az oszteoklaszt aktiválást, ez ilyen fűrészport jelzi, hogy éppen vágják el a csontot az oszteoklasztot, most így. Így lehet ezt a legkönnyebben talán elképzelni. Csontbontásra ugye mi vonatkozik? Egyrészt az oszteo, hát itt csak C-nek rövidítem, mert nincs elég hely, az oszteoklasztok, illetve oszteoblasztok. Milyen receptorok vannak rajtuk? Klinikailag ellenással menjünk ezeken végig. Az oszteoklasztokon ugye van RANK receptor, ide be tud kötődni az oszteoblasztok által szintetizált RANK ligand, és aktiválni tudja az oszteoklasztokat. Illetve ebbe a körbe, ebbe a RANK-RANK ligand körbe még beleszól egy úgynevezett ilyen oszteoprotegerinnek nevezett molekula, amit szintén élettanból tanultunk, ezt csak azért én említem, mert van egy ilyen betegség, hogy oszteopetrózis, ami nagy csontömeggel jár, 2,5 dexa, tehát dexával még 2 fölötti, ha jól tudom, 2 fölötti csontsűrűséggel, tészkorral jár, és ez nem erős csontokat, hanem gyenge törékeny csontokat, mint a kő, azért petrózis a neve, eredményez, és ott ennek a mutációjáról van szó. Tehát RANK, egyedül a klasztokon RANK receptor van. És a klasztok, azok a blasztok révén tudnak szabályozódni. A blasztokon viszont van egy csomóféle receptor, tehát rajtuk keresztül valósul meg ez a szabályozás, tehát ők tudják kifejezni a RANK ligandot, ők tudják, rajtuk van parathormon receptor, rajtuk van TNF receptor, ugye tumor nekrózis faktor, az egy csontbontó citokin, helyileg ott bontja a csontot, tehát ugye ebből sok van, akkor nyilván az oszteoporózis irányába el tud menni az élet, hogy D-vitamin receptor is van rajta, prostaglandin receptor, stb. Ez volt a csontbontásért felelős része a dolgoknak, illetve a klasztoblasztoknak a receptor repertoárja. A csontépítés, ott ugye szintén oszteokarcin egy nagyon fontos marker, tehát annak az emelkedése az csontépítésre, de mi hat konkrétan a csontépítés felé? Ugye azt mondják, hogy az IGF, tehát az insulin-like growth factor hat e felé, a prostaglandinok hatnak e felé, illetve hát maga a D-vitamin is hat a csont építésre, illetve a TGF, ezt kifelejtettem, a TGF Transforming Growth Factor is hat a csontépítés felé. Na, de ne veszünk el a részletekben, ez az egész csontépítő-bontó folyamat, ez egy coupling mechanizmussal
van irányítva, és ezt csak azért írtam ide, illetve azért mondtam, mert az intermittáló paratiroid, tehát intermittáló PTH, illetve karcitonin injekciók, azok, ugye ezek egymás ellen ható hormonok lehetnének, hiszen a karcitonin az a csontban növeli a kalcium szintet, míg a parathormon az pedig a vérben növeli, tehát az inkább felszabadítja a kalciumot, a csontból másik meg beépíti. Mind a kettő hormon használható oszteoporózis ellen, és ezt tök fontos tudni, pontosan a kápolin mechanizmus révén, tehát hogy ami érinti a plasztokat, az érinti a plasztokat is, és fordítva is, bonyolult mechanizmus. Nyilván ezt most nem fogom tudni elmagyarázni, mert nem érdemes ennek a részleteibe belemenni. Most itt erről van szó, hogy a gyógyszerek azok miért hatnak úgy, ahogy hatnak, ehhez viszont érdemes ezt a részét tudni a dolgoknak. Ide még visszatérve kiemelnék még két plusz dolgot, ugye most említettem a kálciumot, a kálcitonint. Illetve amit még említenék, az a parathormon related peptide. Mindenhol, ahol PTH-t írtam, oda a PTH related peptide-ot is írhattam volna. Ezt azért kell megjegyezni, mert egy paraneoplázia szindrómát okozó dolog, tehát tumor tudja ezt termelni, ha termeli, akkor PTH funkcióit fogja mimikázni, ezáltal csontbontás lesz, hiperkalcémia lesz, ami nem csak arra utal egy tumornál, hogy konkrétan a csontot destruálja maga a tumor sejt, vagy hát a tumor darabka, hanem csak csontmetasztázis képződik, hanem arra is utalhat, hogy maga a paraneoplasziás szindróma miatt az egész csontrendszer éppen a PTH-RP miatt bontás alatt van, a fiziológiásan is termelődik kis mennyiségben. A tumoroknál nagyon-nagyon fontos szerepe van, és gondolni kell a hiperkarcémia során, hogy ez is lehet a hátterébe, és ezt külön mérni kell. A karcitonin az pedig ugye a parafollikuláris sejtek termeli, a pajzsmirigyben C-sejtek, ezek tumorjelző markerként, illetve ahogy említettem, gyógyszerként intermittálva adva oszteoporózisban használatosak, illetve érdemes tudni. Összefoglaltuk szerintem a minimális tudást, ami szükséges ahhoz, hogy a parathormon jobban megismerjük, illetve a kálcium homeosztázissal most tovább tudjunk menni a tünetekre.